Lépésben haladnak az autók péntek délelőtt a nyugati téri felüljáron. Ez Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja. A fővárosi közfejlesztések tanácsa most úgy döntött, el kell bontani a nyugati téri felüljárót, pedig a környéket eddig is sok autós elkerülte. A nyugati téri kétszer egysávos 420 méter hosszú felüljárót 1981-ben adták át. A városképi szempontból az rendkívül csúnya. Itt a színbeni keresztezést azért kellett nagyon végig gondolni a tervezőnek, mert ugye a 4-es, 6-os villamos nagy gyakorisággal kell, hogy járjon, ennek a lehetőségét biztosítani kell. Az ellenzék úgy véli, nem szakmai alapon döntöttek a bontásról, G. Németh Erzsébet szerint az esztétikumnál fontosabb a közlekedés szervezés. A közlekedési szakértő szerint a felüljárók nélkül nehéz lenne megoldani a folyamatos közlekedést. És ahogy említettük, Csőz Krisztián, a Budapesti Autósok Közösségének főszerkesztője vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nézzük, hogy van-e arra nemzetközi példa, hasonlat, hogy egy felüljárót egy fővárosban mondjuk, ahol meglehetősen sok autó közlekedik, csupán esztétikai okokra hivatkozva elbontanak. Nagyon ritka ez. Elsősorban azt gondolom, hogy hát lehet, hogy nem leszek népszerű ebben, amit most mondani fog, de azt gondolom, hogy felüljárókat egy nagyvárosban többnyire renoválni, építeni szoktak, illetve alagutakat, nem pedig elbontani. Budapesten ez máshogy van, ugye a Ferenciek terénél indult a történet, ahol hát eltűnt az aluljáró, ugye. Azóta is ott elég nagy a káosz, sajnos. A nyugati téri felüljáró esetében, illetve a keletinél lévő felüljáró esetében is felmerült korábban már ez az ötlet. Számunkra egy agyrémnek tekintendő, hogy úgy mondjam, tehát mindenképpen ez egy akkora dugókat fog kialakítani. Tehát azt gondoljuk, hogy a felüljárókat inkább renoválni, szélesíteni kéne akár, nem pedig elbontani semmiképpen. Ha már ezt említi Csőszor, akkor ez azt jelenti, hogy a nyugati téri felüljáró amúgy rászolgált egy erőteljes felújításra? Igen, ez így van, rászolgál jelenleg egy felújításra, mert ugye ez nem valósult meg, erről is már volt szó többször, és mi kettő indokot tudunk amellett, hogy lebontsák ezt a felüljárót. Ugye az egyik az esztétika valóban, ez egyébként kétségtelen, hogy jelenlegi állapotában nem túl szép, bár egyébként lehetne ezen változtatni. A másik pedig, ami teljesen értetetlen, hogy egy villamos vonalat akarnak ott meghosszabbítani, ugye a Balcsi-Zsilinszky út felé, ami azért érthetetlen, mert ugye ott a metró. Tehát igazából nem nagyon látjuk a tömegközlekedési szempontból sem ennek magyarázatát. Nem ritka azért, aki Budapesten közlekedik és sokat jár arra felé, már mint a nyugati tér irányába, az gyakorta tapasztalatja az, hogy nem ritka, hogy ott dugó van a jelenlegi közlekedési rendszert alapul véve. Mi történik akkor, hogyha egy ilyen típusú felüljárót, most csak azért nézek egy kicsit ki oldalra, mert én is nézem aztán itt a felvételeket, amit ugye a nézőink is láthatnak, tehát mi történne akkor egyébként, hogyha tényleg ezt a felüljárót elbontanák? Hát amilyen terveket mi láttunk, azok így grafikailag roppant impozánsak, ám a gyakorlatban annál kevésbé funkcionálisak. Ez impozáns alatt azt érti, hogy jól mutatnak, jól néznek ki, szépek. Arra gondolok, tervek. Igen, elsősorban, hogy nyilvánvalóan egy felüljáró esztétikailag mindig rombol. Tehát ezt elismerjük, hogy tényleg nem szép. Viszont abban, hogy egy autómentes fővárosról beszélgessünk, vitatkozunk, ahhoz nem nagyon tudok hozzászólni, és ennek az az oka, hogy azon nagyon nincs mit vitatkozni, mert ez egy eldöntött kérdés, hogy Budapestről ki akarják szorítani az autókat, viszont arról van mit beszélgetni, azt gondolom, hogy hogyan lehetne a dugókat csökkenteni, illetve egy olyan autós fővárost kialakítani, ahol nincsenek dugók, legalábbis nem ilyen mértékben. Ebben nagyban segített például a lámpák normális összehangolása, ami egy elcsépelt dolog, de most lehet, hogy mondok valamit, ami nyugati példákon működik. Igen. Például a sugárutak ki- és bevezető részekre gondolok, azokat meg lehetne oldani a legtöbb helyen, és erre alkalmasak a sugárútjaink, a befelé vezető útjaink, hogy időszakosan változtassák a forgalmi rendet. Tehát arra gondolok, hogy akár mondjuk három sáv menjen délelőtt reggel, amikor áramlik a tömeg befelé, és visszafelé pedig fordítva. Csősz úr, azok az autók, amelyek naponta a felüljáron közlekednek ott a nyugati tér környékén, azoknak a számát mi ismerjük? Tudja ez valaki? Átlagosan hány autót szállít ez a felüljáró?
Sajnos készültem erre, és nem találtam erre vonatkozó információt. Jó, valószínűleg ez nem olyan nagy dolog egyébként, mert ezt forgalomszámlálással viszonylag könnyen meg lehet oldani. X, akkor legyen ez a szám X. Nagyon magas. Na most, tehát a Váci út az egy nagyon-nagyon frekvens. Forgalmas, abszolút, az kétségtelen. Abszolút. Na most, ezeket az autókat, amelyek eddig kvázi idézőjelesen mondhatjuk azt, hogy a levegőben közlekedtek, ugye azok most valahol kell, hogy majd menjenek, ha elbontják ezt a felüljárót. Hol fognak ők közlekedni? Így van. Hát a tervek szerint különböző kerülő utakat fognak kialakítani, amivel a csomópontot úgymond kikerülik. Ez még eléggé képlékeny. Nyilvánvaló a kerülő utak sem a levegőben lesznek. Tehát... Hogy lehet a Bajcsiról majd kerülő úttal, vagy a Váci útról kerülő úttal a körutakra rákanyarodni? Hát ki fognak alakítani erre vonatkozóan, gondolom én. Nyilvánvaló ezt a tervet kialakító szakmai gárda ismeri, ha egyáltalán szakmai ez a gárda. Nem tudjuk. Tehát, na jó, de azt mondta egy pár perccel ezelőtt itt a beszélgetésük közben, hogy látott impozáns terveket. Igen. Nem a mostani terveket láttam, hanem azt, amikor ez felmerült, ami ha jól tudom, 1-2 évvel ezelőtt ez már felmerült, egy akkori tervet láttam, amiben nem szerepeltek az, hogy most kerülő utakon vagy nem kerülő utakon fog történni a közlekedés elvezetése. Egy biztos, hogy azokon a terveken az látszik, hogy egész egyszerűen egy piros lámpás megoldás van, 2x2 sávval, ha jól emlékszem, illetve a 4-es 6-os nyilván nagy rendszerességgel fogják elengedni, a lámpákat úgy beszabályozva, hogy az ne, a 4-es 6-os az ne legyen akadályoztatva. Ez egy terv, ott nyilván áramlik a forgalom grafikailag. A gyakorlatban én azt gondolom, hogy az nem egészen úgy fog kinézni. Tudjuk azt, hogy nem tudom, hogy építeni tart hosszabb ideig, vagy bontani, de azért valószínűleg egy felüljárót elbontani, azért az sem 1-2 nap. Játszunk el a gondolattal, hogyha ez a folyamat, ennek az előkészítése, lebonyolítása, letisztítása, eltisztítása elkezdődik, ez mennyi időt vesz igényben, mert ugye ezzel a lépéssel alapvetően ott a nyugati téri közlekedést teljes egészében felborítják. Igen, a Flórián térnél ugye felmerült a felüljárónak a rekonstrukciója, amit most elhalasztottak ott. Ha jól tudom, akkor csak a rekonstrukciónál olyan 14-16 hónap, ha jól emlékszem, ott ennyi időről volt szó, ez csak egy rekonstrukció. Na most, ha ezt idevetítjük, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon horribilis idő, akár, tehát itt akár évekről beszélhetünk. Mert akkor itt az elbontása kapcsolatosan is egy nagyon komoly forgalom elterelés vagy szabályozás kell, hogy érvényben lépje. Azt elképzelhetőnek tartja, hogy mindez elkezdődne már mondjuk ebben az évben? Vagy itt megvárják az önkormányzati választást, és akkor majd valamikor ez 2020-ban kezdődik el? Láttunk, vagy ön látott így a tervekben valamilyen határidőt? Ismerjük ezt? Nem ismerjük ezt, illetve tehát konkrétan annyit tudunk, amit ugye a Tarlós úr elmondott. Nem ismerünk erre vonatkozó határidőket, kezdési időt sem tudunk, annál is inkább, mert olyan úgy tudom, hogy a kormány ezt még, tehát ez még tervezet alatt van jelenleg. Tehát azt sem tudjuk, el fogják fogadni a Tarlós úr, azt mondta, hogy nagyon-nagyon valószínű, hogy ezt el fogják fogadni, akkor lesz 100%. Tehát azt sem tudjuk, hogy az elbontással kapcsolatos munkálatok összege, illetve az ezzel kapcsolatos későbbi fejlesztések költsége, az mennyire rúgna a későbbiekben. Nem tudjuk jelenleg. Még annyit hozzátennék ez az egész történethez, hogy azért Budapesten ugye számos felüljáró van, ami esztétikailag szintén nem túl szép, ilyen például a Flórián téri felüljáró is, ha már itt vagyunk, azért Óbudának az a város része is azért egy eléggé impozáns történet. Ilyen szakmai alapon tulajdonképpen lebonthatnánk az összest, és teljesen ellehetetlenítenénk ezzel a közlekedést Budapesten, az autós közlekedést elsősorban. Nem tudjuk, hogy merre mennek a dolgok, nem tudjuk, mi a cél, de én azt gondolom, hogy Magyarországon társadalmi és szociológiai okai vannak annak, hogy az autósok valamiért nem akarják letenni azt a bizonyos autót. És tehát egyrészt társadalmi okai is vannak, és nyilvánvaló a tömegközlekedés hibáiban is keresendő azért ez azok, és nem feltétlenül a P+R parkolók jelentik a megoldást ebből. Mondjuk azt mi nem tudjuk, lehet, hogy a következő 2-3 évben itt olyan reform lesz a budapesti közlekedés terén, hogy ez néhány év alatt gyökeresen megváltozik. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.